Sziasztok! Boldog péntek 13-át mindenkinek! Péntek 13. Na, hát eltelt újabb egy újabb hét, és nagyon sok jó levelet kaptam tőletek, amit mindenkinek köszönök. Most arra sikerült mindegyikre választ írnom, illetve néhányatoknak egészen pontosan 10 darab levélre, most így videóban is szeretnék válaszolni. Tényleg nagyon jók lettek. Viszonylag úgy érdekesebbek lettek, mert sok Mighty Quest-es jött, meg jött egy-két ilyen technikai jellegű kérdés megint, illetve így az internetes pénzszerzéssel vagy jogi dolgokkal kapcsolatban is, úgyhogy most ezekről lesz főleg szó, illetve egy-két más jópofa levél. Na, de csapjunk is neki, vagy csapjunk is bele, nem tudok beszélni. Ja, nem is húznám tovább az időt. Első levél Patriktól. Szia Csonti, én már nagyon régóta követlek téged, körülbelül az 500. feliratkozót lehettem. A következő kérdésem, kérésem. Nekem nagyon tetszik a The Mighty Quest for Epic Loot játék, de sajna nincs hozzá kulcsom. Ha esetleg újítás érkezik a játékba, akkor azt bemutatnád, vagy csak simán egy kicsit játszanál vele, mert nagyon érdekel ez a fajta tartalom. Üdv, Patrik. Na, kedves Patrik, hát sajnos kulcsom nincsen. Beregisztráltam még kvázi a olyan április vagy májusban a Ubisoftnál a játékra, hogy jelentkezzek a bétára, és gyakorlatilag másfél hónap múlva küldtek nekem egy kulcsot. Hát nem az első vonulatban, de küldtek. Viszont hamarosan szerintem ki fogják adni a játékot teljes, illetve láthattad, hogy azért jöttek belőle videók, nem csak a nagyobb újításokról, úgyhogy lesznek még videók is, úgyhogy nem kell aggódni, és hamarosan mindenki számára reméljük elérhető lesz a játék végre, még az idén. Következő, Zolika Hund, illetve Hundark, ha jól olvasom. Szia Csonti, szerinted mikor lesz a Mighty Quest for Epic Loot free to play, ingyenes? Erős várad van. Egyébként nincsen fölös béta kulcsod. Ha van, mennyiért adod, vagy mit kérsz érte? Jó videókat készítesz, megjutalmaznak egy subscribe-ot. Na, köszönöm szépen a feliratkozást. Ahogy előbb is mondtam, nincs sajnos béta kulcsom. Regisztráljátok, aztán ha esetleg szerencsétek van, kaptok, de hamarosan érkezik a játék még az idén, és ingyenes lesz ezt a levelet, csak azért olvastam be külön, hogy mondjam, hogy ingyenes lesz a játék, de lehet benne fizetni is, és ha fizettek érte, akkor kvázi gyorsabban tudtok jobb várakat létrehozni. Most nézem, hogy kicsit olyan szürke a képem, úgyhogy kicsit rárakok white balance-ot. Na, mindjárt vetik ki színem. És felhúzom. Oh. Na, kis napbarnította lettem. Na, hát akkor megvolt az effekt is a videóban. Jól van, nézzük a következő levelet, ami szerintem még igen. Ádám kérdezi. Hello Csonti, annyit szeretnék kérdezni, hogy a beta verziós játékokról hol lehet értesülni? De hol látod a Mighty Quest-et, leszámítva egy Ubisoftos? Üdv Ádám! Na, alapvetően én a Steamnek szoktam nézni így a hír részlegét, oda szoktak betenni jó információkat, valamint több nagyobb külföldi videóst is nézek, most csak egy példának az Angry Joe-t, vagy hogy most nem is el is fel. Az Angry Joe-t szoktam általában nézni, de most gyorsan rápillantok, hogy még kikre vagyok feliratkozva. Ja igen, a Force Strategy Gaming-et, meg a Total Biscuit-et, ők így kvázi eléggé jól értesültek, de egyébként annyi a dolog nyitja, hogy így a legnagyobb játékkiadókra a Facebook oldalára föl vagyok iratkozva, és akkor ha van valami újítás, tehát Blizzard, Ubisoft, Valve, meg még sorolhatnám, és akkor ha van valami hírük, akkor azt így naponta, két naponta szoktam olvasgatni, és akkor itt tudom, hogy mi a stájsz. A Steamet is naponta nézem, hogy milyen új játékok jönnek ki, és mondom, a többi videós. Tehát én is azért csinálom például a játékhíreket, hogy látok valamit. Általában a hírek, amiket így nektek szoktam mondani, 50%-ban
saját találmány, tehát saját magamtól olvasom, de a másik felét viszont más videósoktól vagy portárokról szerzem, tehát ezért. És ezért is tartom hasznosnak ezt a játékhír rovatot, hogy akkor magyar nyelven is legyen egy ilyen, ne csak külföldi oldalak, és akkor hát igyekszem összeszedni így a legjobb dolgokat nektek, amiket én is így fontosnak érzek. Na, tehát röviden ennyi. Egyébként meg aki komolyabban foglalkozik így a játék újságírással és hasonló, az tényleg föl van iratkozva, rajta van a hírleveleken, és a többi, és a többi, és minél több emberrel próbál kapcsolatot építeni, minél több kiadóval, minél több fejlesztő céggel, hogy ezekről időben értesüljön, és esetleg a jobbaknak, a nagyobbaknak a fejlesztők vagy a kiadók szoktak biztosítani ilyen sajtópéldányokat és hasonlók. Hát én sajnos ebben még nem tartozom bele, pedig nem lenne rossz ingyen megkapni a játékokat előre, hogy aztán utána megmutatassam nektek. Na mindegy, ez majd a jövő zenéje. Jó, következő kérdés. Vlog címmel. Na, Réka írta. Szia Csonti, régóta követlek YouTube-on, és nagyon nagy rajongód vagyok. Lenne egy kérdésem számodra, ami nem igazán kapcsolódik a videózáshoz, remélem azért majd tudsz válaszolni. Utaztál-e már repülőn? És ha igen, akkor hogyan érezted magad, milyen érzés volt? 16-án utaznék Hollandiába az unokatesomhoz, és nagyon izgulok, hogy mi lesz. Ők már rutinos utazók, mert már 4 éve kint laknak, de én még félek, mert most utazom először, és nagyon félek, nem szeretnék 14 évesen meghalni. Előre is köszönöm a válaszodat, nagy rajongód, Réka. No, kedves Réka! Először halljunk sokkal, igen, utaztam repülőn, életemben azt hiszem 2-szer, tehát oda-vissza úttal akkor 4-szer, és én nagyon élveztem, tehát van egy ilyen hangulat, hogy kimész a reptérre, akkor ott becsekkolsz, kis várakozás, aztán utána átmész ott az ellenőrzésen, és akkor kvázi egy ilyen köztes régióban leszel, ami így, tehát a reptéri váró, az így már a terminál, az úgy egy ilyen semleges zóna. Tehát az már nem is annyira Magyarország, meg nem is annyira külföld, hanem az úgy egy terminál, és akkor az úgy van. És utána felszállás a repülőre, akkor a repülőn, ugye a felszállás az nagyon izgalmas szokott lenni, amikor így megemelkedik a gép, az ilyen nagyon furi érzés, és akkor érzed, hogy így gázt adnak, és akkor kicsit így beleszorulsz az ülésbe. De egyébként jó pofa, és én nagyon élveztem meg. Aztán, hogyha ablak mellett ülsz, akkor így nézhetsz kifele, így látod a tájat, meg hogy milyen gyorsan elsuhansz így az épületek felett, amiket mondjuk nap mint nap esetleg látsz. Tehát így jó, szerintem tök jó móka a repülés. A biztonságosság felől pedig csak annyit, hogy kvázi nagyobb esélye van annak, hogy beléd csap egy villám, mint hogy repülő szerencsétlenség áldozata leszel. Jó, voltak repülő szerencsétlenségek, de statisztikailag nagyon-nagyon kicsi az esélye, és most, amekkor a biztonság van a reptereken, így ezt még tovább redukálták, tehát tényleg nagyon-nagyon szigorúak a reptéri biztonsági ellenőrzések, úgyhogy szerintem nem kell félned, és szerintem élvezni is fogod, úgyhogy ne izguljál, jó móka lesz, és jó utat kívánok Hollandiába. Na, ez egy tök jó kis kérdés volt. Ilyeneket is küldhettek, látjátok. Na, Béla kérdezi, hogy kérlek erre a kérdésre minél hamarabb írd le a választ, mert fontos. Szóval YouTube-ra feltöltöttem egy videót, és kiírja, hogy harmadik féltör származó cucc, de nincs olyan, hogy néha néhány országban letiltották, se olyan, hogy világszerte. Szóval akkor most töröljem le minél hamarabb, vagy nem lesz belőle baj. Na, ebből kapcsolatban még mások is írtak levelet, tehát harmadik féltől származott tartalom egyezés a videótok mellett. Na, ha ez van, akkor nincs probléma, egészen csak annyi, hogy nem tudtok a videóval pénzt keresni, ha a harmadik féltől származott tartalmat azonosított be alatta a YouTube. Ezzel csak annyi teendőtök van, hogy elfogadjátok, aztán csók, nincs vele semmi probléma. Maximumot írják, hogy a videó egyes országokban nem elérhető,
Hát az annyi, hogy abból az országból nem tudják megnézni, de például, ha csak Magyarországra videóztok, tehát magyar közönségnek, magyar kommentárral, akkor emiatt szerintem nem is nagyon kell izgulnatok. Nekem is van külföldi nézettségem egy kicsi, de az annyira ellenyésző, hogyha nem is lenne, se lenne olyan nagy tragédia. Most így külföldet úgy értem, hogy így Magyarország környezetétől távolabb, tehát ilyen nem környező országok, hanem még messzebb, tehát Anglia, Hollandia, USA, stb. Tehát alapvetően emiatt nem kell izgulnatok, főleg, hogyha nem is tiltották le a videót, és elérhető minden országban. Ha viszont olyan videót talált be így a YouTube, amiben 100%-ig csak a ti anyagotok van, tehát nincsen se olyan videóelem, ami nem a tietek, nem ti készítettétek 100%-osan, se olyan hangelem, akkor az ilyeneket meg lehet támadni, és egyszerűen csak igazolni, hogy ez a tietek, vagy hogyha olyan zeneszámot használtok, vagy olyan videóanyagot, amire van jogos tulajdonotok, vagy hát igazolásotok, hogy azt használhatjátok ingyenesen és gond nélkül pénzszerzésre, akkor ugyancsak meg lehet támadni. Illetve még a harmadik leggyakrabb dolog az a fair használat. Erre talán majd még csinálok egy külön tutoriált valamikor, hogy mi az a fair használat, és én miket okoskodtam ki, de a lényeg az, hogy minimálisan pár másodpercre szerepel csak a jogvédett tartalom egy olyan munkában, aminek eszmei értéke van, és alapvetően egy oktató jellegű munkáról vagy kritikáról van szó, akkor abban nincsen probléma. De ez is egy hónap kvázi, amíg átmegy a YouTube-on, ha így megtámadjátok, úgyhogy és nem is biztos, hogy elfogadják, úgyhogy ez egy eléggé macera téma, de a lényeg, ha ilyet láttok, hogy harmadik féltől származó tartalomazonosítás, akkor az csak elég elfogadni, és nem lesz belőle baj. Az már nagyobb probléma, ha valaki betámadja a videót, konkrétan nem ez a harmadik fél, hanem támadja, vagy riportolja, vagy nem tudom micsoda, mert ott viszont az egy más dolog alá esik, és ott meg lehet ütni a bokátokat, hogyha úgy használtok jogvédett tartalmakat, ahogy azt nem szabad. De ez már egy elég macera ügy. Na, a következő kérdés ugyancsak így a YouTube-bal, illetve a pénzszerzéssel kapcsolatos. Ádám küldött egy képet az AdSense fiókjáról, ahol egy ilyen nagy piros sáv világított, hogy vissza van tartva a kereset, ami jelenleg még neki 0 forint, vagy már nincs. Jó, mindegy, tehát vissza van tartva a kereset, ugye nemrég regisztrált AdSense fiókot, és kérdezte, hogy mi lehet a probléma, vagy ez így micsoda. Na, annyit kell tudni az AdSense-ről, hogyha beregisztráltok, akkor pár nap, hét után, amíg ugye lefut a rendszeren a regisztrációtok, mert nagyon sokan regisztrálnak nap, mint nap, és ezt külön egyesével ellenőrzik mind az AdSense-nél. Tehát amíg eljuttok oda, hogy titeket ellenőriznek, akkor szépen rápattintják ezt, hogy vissza van tartva a kereset, és két ilyen igazolás van. Az első az, hogy meg kell adnotok egy bankszámla számot, amire utalhatják a pénzt, és addig vissza lesz tartva bármiféle kereset. Ha nincs bankszámla, ahova kifizethetnek, addig nem fognak kifizetni. Tehát ilyenkor egy ilyen pár forint, egy ilyen 50-60 forintot kiutalnak, ezt meg is kapjátok a számlára, és hogyha ezt elkülditek, hogy működik, tehát ezt vissza kell küldeni, hogy hány forintot utaltak nektek, és akkor ezt megadjátok, és akkor pipa, akkor eltűnik. A második lépcsőfok, ha összegyűlik 2000 forintnyi nagyjából bevétel, és akkor megint ott lesz, hogy kereset visszatartva, és akkor viszont lakcímet is igazolni kell, amit megadtatok, és ilyenkor a Google kiküld nektek a lakcímetekre egy ilyen kis borítékot, amiben lesz egy számsor, és azt kell majd bepütyögni, hogy igazoljátok magatokat, és ha ez is megvan, akkor elméletben minden rendben. Egyébként, ha ilyen piros sáv megjelenik ott a további részletekre, ha rákattintotok, ott mindig elmondják, hogy mi a teendő, vagy mi a probléma. És a másik dolog, hogy 20 ezer forint Magyarországon a minimális kifizetési limit, amíg annyi nem gyűlt össze, addig ne is álmodjatok pénzről, bármi van, és jó esetben ugye
nem lesz semmi egyéb gixer, szép lassan gyűlik a lovetta, aztán amikor megvan, akkor kaptok 20.000 forintot majd a számlátokra pár hét után. Úgyhogy ennyi. Egyébként azt megjegyzem, hogy tehát aki kezdő, most kezdi el, az nagyon, tehát ne számítson csodákra, nagyon lassú és dolgos folyamat az, hogy így elkezdjen valaki ebben pénzt keresni, de erről szerintem már beszéltem egy korábbi videóban, tehát nem kell csodákat várni, egy komolyabb YouTube-os az nagyon-nagyon-nagyon sokat, talán még többet is dolgozik azért a pénzért, amit kap, mint mondjuk egy normál ember, tehát nem napi 8 órát, hanem napi 10-12 órát is akár. De hát ez van, amikor az ember a saját maga főnöke, úgymond. Ugyancsak egy kérdés, hogy milyen legális internetes pénzszerzési módszereket ismerek. Na hát alapvetően ugye itt van a YouTube, tehát YouTube videózás, ezt szerintem így nem kell különösebben ecsetelgetni, illetve az AdSense. Na az AdSense-et azért kicsit jobban kifejteném, mivel a YouTube is alapértelmezetként ezt használja, tehát AdSense-es hirdetések jelennek meg, és azután kap pénzt a videós, viszont az AdSense-nek van egy olyan funkciója is, hogy a honlapodra beilleszthetsz 3 darab AdSense hirdetést, és hogyha arra kattintanak, akkor kapsz utána pénzt. És akkor lehet akár sok honlapod, és akkor az sokszor 3 darab hirdetés, és nagyon sokan ezt használják, viszont azt hozzá kell tennem, hogy nagyon komoly szabályzata van az AdSense-nek, tehát aki csalni próbál, azt nagyon rövid úton kiszűrik és kitiltják végleg, és akkor az úgy elesik minden más későbbi jövedelemtől is. Akkor szokott még lenni más ilyen nagyobb partnercégek, vagy hasonló, vagy programok, amik ugyanígy ilyen hirdetéseket, banner elhelyezéseket, vagy ilyen kattintási programokat ajánlanak, és akkor ugyanúgy a honlapotokba tudjátok ezeket implikálni. Hát mások a feltételek, minden egyes ilyen partner vagy programnál, ennek mindenki nézze utána maga. Én mondom, csak az AdSense-et ismerem, de tudom, hogy nagyon sok ilyen van, vagy sok weboldal, vagy ilyen nagyobb cég csinál olyat, hogy van mondjuk egy terméke, most mondok egy példát, mondjuk van egy weboldal, ami online jósdával foglalkozik, és akkor az azt csinálja, hogy direkt partnereket keres, akik az online jósdáját promotálják, és azok, akik elhelyezik a bannert, esetleg a különböző extra funkciókat, amik úgy hozzájuk terelik a weboldalukról a népet, tehát a jósda felé, akkor ők is így a kattintásokért, vagy esetleges regisztrációk után így fizetnek még jutalékokat. Tehát ez is egy módszer. Akkor az ilyen kattintósdi, hogy ilyen piramis játékos, azt így nem tartom célra vezetőnek. Illetve van még egy, az online videócsetes szolgáltatás, de ez már megint egy más kategória, meg ez inkább a 18 éven felülieknek szól, mert 18 év alatt ezzel nem lehet foglalkozni. Úgyhogy ennyi. Egyébként az internetes pénzkeresésre csak annyit, hogy Magyarországon tudok olyanról, aki ebből megél, nem is rosszul. Nem YouTube videósról van szó, azokról nagyon nincs infom, de tudom, hogy interneten lehet pénzt keresni, és lehet nagyon sok pénzt is keresni. Tehát havonta ilyen 1-2 milliót is akár, de ahhoz viszont nagyon keményen kell dolgozni, és nem kis szerencse kell, hogy kifogja az ember pont, hogy így sikerüljön. De szerintem, ahogy így megyünk előre az időben, egyre jobban rá fognak jönni a szolgáltatók, a reklámozók, meg mindenki, hogy igazság szerint ebben van a nagy pénz és a nagy lehetőség, ezt nézik az emberek, ez hozza be az egyre több és több új potenciális ügyfelet, vásárlót, kisegeret, amit akartok, és akkor ebbe fognak nagyobbat investálni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a jövőben csak jobb lesz nekünk is. Nyugatabbra ebből már megélnek, nálunk még annyira nem, max pár ember, ha most csak itt a YouTube-ozást veszem alapul, de például a legnagyobb YouTube videósok is szó-szó. Tehát keresnek vele szép pénzt, de megélni belőle sajnos még nem lehet. Csak ebből.
Jól van, na, mennyi sok ilyen kérdés, de tök jó. A következő az sertés-sértés. Küldte nekem. Szia Csonti, hogy vagy? Szeretném, ha kipróbálnál ezt a játékot, War Thunder, és készíteni egy pár gameplayt, amikor ráérsz, én is játszom ezzel a játékkal, hogy együtt tudjunk játszani, akkor az kellene, hogy legyen hármas gépeim, mindegy, hogy milyen ország. Nagyon király a videót, szeretem, de főleg SimCity-s felvételket, csak így tovább, és sok sikert a játékban és az életben. Na, köszönöm szépen a jó kívánságokat. Hát, ahogy ezt már így korábban is mondtam, mindig azzal a játékkal játszom, és akkor és annyit, amelyik megvan, amelyikre van időm és kedvem megcsinálni. A játék, amit mutattál, tehát War Thunder, az megnéztem az intót, és jó pofa, tehát ilyen földön, vizen, levegőben, ilyen második világháborús gépek, tankok, stb. Tehát nagyon jó pofának tűnik, és ha jól vettem ki, akkor a béta verzióval ingyenesen lehet játszani egy regisztrációt követően. Hát nem mondom, hogy nem ígérek semmit, hogy kipróbálom-e vagy sem, viszont akit érdekel, annak ajánlom, hogy nézze meg, aztán írja meg a tapasztalatait. A videónak a leírásában elhelyeztem a linkjét a játéknak, úgyhogy nézzétek meg. És köszönöm szépen, hogy felhívtad a figyelmemre. Jó, akkor már csak két üzenet van. Már, már lassan több mint 20 perce megy a felvétel is. Akkor Electronic Arts Help. Attila alias Mr. Opti írta. Szia, szeretném a segítségedet kérni egy olyan ügyben, hogy van egy YouTube csatornám, még kicsike, és Dead Space 3-ról akarok végigjátszást csinálni. A játék megvan eredetibe, egyetértek veled, hogy a játékot letölteni hogy játékot letölteni rossz dolog, viszont a kérdésem, meg tudnád-e adni az EA elérhetőségét, amit én találtam, arra nem írnak vissza, és lehet rossz címet írtam eddig. Előre is köszönöm, legmélyebb tisztelettel, illetve írt még utána egy levelet, amikor erre válaszoltam. Annyi a baj, hogy amikor feltöltöm, úgy voltam vele, hogy ha problémás, akkor kikapcsolom a bevételszerzést, mivel nem a pénz miatt csinálom, csak plusz öröm, ha kapok a videózásért pénzt. Viszont feltöltést követően kiírta, hogy a videó harmadik féltől származó anyagot tartalmaz, és a videó egy bizonyos percnél elindul a játék zenéje. Ezt a YouTube meg is mutatta nekem. És akkor vagy beismerem, vagy megtámadom, és végül törölte a videót, és azt kérdezi, hogy mi a teendő ezzel. Na, tehát az IE-nek a support oldalát, azt is linkelem a videó elérhetőségébe, illetve Optinak elküldtem külön azt az e-mail címet, ahova írhat az IE-nek ezzel kapcsolatban, hogy kérvényezze, hogy engedélyezzék neki a felhasználást, viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez fölösleges, mert én is már nem egy kört futottam az IE-vel, míg végre sikerült egy húsvér emberrel megbeszélnem a dolgaimat, hál' Istennek, viszont annyi, hogy az IE nem ad ki magánembereknek ilyen engedélyeket, viszont azt a tényállást fogalmazta meg, hogy nem bánják, hogyha fair módon használják a játékaikat a videókban, akár pénzszerzős videókban, viszont az IE minden jogot fenntart arra, hogy később, ha bármi van, akkor azokat a videókat, ha kell, leszedesse, vagy ha bármi baj van vele, akkor megfogalmazza a saját álláspontját. Tehát ilyen szempontból nem adnak ki senkinek külön jogokat, nem szólnak be külön, ha bármi ott vannak a videók, mert ugye ez nekik is plusz reklám, de nem akarják azt, hogy külön jogosítványokat adni, csak nagyobb cégeknek, partnercégeknek adnak ki. Tehát a legegyszerűbb, hogyha valaki
hogy nem akar az IE-vel szívni, hogyha elmegy egy partnercéghez, vagy pedig készüljön fel egy jó fél éves húzavonára az IE-vel, ilyen levelezés, visszaírják ugyanazt a sablont, aztán megint visszaérsz, pontosítás, ugyanazt a sablont megkapod, keresel valakit a PR-nál, attól is megkapod a sablont, megkérdezed megint, stb. És ha mázlid van, akkor kifogsz egy olyan emberkét, akinek mondjuk egy jó napja van, és azt mondja, hogy jó, csináld, nem bánjuk. Tehát nagyjából ennyi a dolog lényege. És ugye azt a harmadik féltől származó tartalomegyezést már a videó elején megbeszéltük, tehát nincs abban semmi probléma, főleg, ha nem is akarsz bevételt szerezni, akkor csak elfogadod, aztán jó van. És csak akkor nyomja a megtámadásra, hogyha tényleg rendelkezel a szükséges jogoknál, játékvideónál vagy olyannál, amiben zene van, ez hatványozottan igaz. Ha jól tudom, én ezt még én sem tapasztaltam, ha nem fogadják el a kérelmedet, akkor visszadobják, és akkor már csak elfogadhatod, illetve hogyha a fiókod jó állapotban van, akkor benyújthatsz még egy kérelmet, de hogyha azt is visszadobják, akkor finito, vagy igen, ennyi. Úgyhogy ez lett volna így az IE kisokos, és jöhet most az utolsó levél a mai napra, amit Dávid küldött. Szia Csonti! Elsőnek azt írnám, hogy nagyon jók a videóid, minden nap várom az újabb és újabb videókat, hogy megismerhessem az olyan csodás játékot, mint a Rayman Legends, vagy ha arról lenne szó, akkor milyen este nézni az Outlast videóidat. Egy szóval, mikor jön egy újabb videó, bármi legyen az vlog, vagy valami teszt, mindig nagy mosolyal fogom nézni, mert jó videós vagy, igen, és nagyon jól csinálod mindig azt, amit kell, és most a segítségedet kérem, egy kedvenc játékomról lenne szó, meg akkor meg is kérdem, mi a véleményed erről. Na, hát köszönöm szépen, így előre is. Én imádom a Fable The Lost Chapters játékot, amit a Lionhead Studio készített, fejlesztett. Azt a játékot kivittem 6-szor a Stuti, mert nagyon jó, összetett játék és a hangulata is kiváló, de aztán mikor várom a következő részt, azt már csak konzolon volt elérhető a Fable 2, és azért én most nem akarok venni egy konzolt, hogy játsszak a kedvenc játékommal. Aztán jött a Fable 3, ami kijött PC-re is, de nem lett valami nagy szám, és nem is tetszett már annyira, mint az első Fable, az volt a legjobb Fable játék, de a 3 azért, mert... De a 3 azért, mert rosszul lett átkonfigurálva a PC-re, és nem megfelelő teljesítményt nyújt olyan gépnek, aminek megvan a megfelelő gépigénye, tehát rosszul lett átportolva PC-re. Nem tudom, ez a gép, ami nekem van, milyen kategóriában van, hogy ez már gyenge, és kéne venni újat, vagy valami nem megfelelő, és akkor ott leírtad a gépet teljesítményét, hát egy 2 magos 3 GHz-es processzor, 4 GB DDR2-es RAM, Ati Radeon HD 5701 GB-os videókártya. Alapvetően a géppel egyébként nincs a probléma, esetleg én egy 4 magos procitot cserélnék, és akkor azzal még 1-2 évig vígan el vagy. De egyébként a többi konfig az nagyon jó, ja, és egy 64 bites Windows operációs rendszert ajánlok hozzá. Na, de igazából azért írok, mert mindig is akartam volna írni egy levelet neked, a másik meg a Fable Anniversary várható-e PC-re. Ez a játék ugyanaz, mint a Fable legelső része, csak új grafikai motort kap a játék, és szerintem ez szemétség, hogy akik régen tolták a játékot PC-n, azok nem játszhatták újra a régi játékot új grafikában, mert Xbox-ra van bejelentve. Személyesen én írnék a Lionhead Studio-nak, csak nincs nagy angol tudásom, és a Google fordítóval nem hiszem, hogy sokra mennék, de ennyi lenne, és ha zavartalak ilyen hülyeséggel, akkor bocsika. Tovább jó egészséget kívánok neked és a pároskádnak, további jó videózás, valamint mindig legyetek boldogok, plusz a kutyusoknak is, Dávid. Na, kedves Dávid, nagyon szépen köszönöm a leveledet, és tényleg nagyon örültem neki, be is olvastam végig, és tényleg köszönöm szépen az ilyen leveleket, és nem egy ilyen érkezett, hála Istennek, és hát ez számomra nagyon jó esik, hogy így ilyen hatást váltok ki a videómmal belőletek. Na, térjünk a lényegre, ugye a Fable, ha
ismeri valaki, akkor egy nagyon jó kis RPG játékról van szó, és az első részét azt nem sokára ki fogják adni újra, de így grafikailag feltuningolva teljesen meg, ja, ugye 2003-as játékról van szó, tehát jó 10 éves játék, és akkor feltupírozzák teljesen a mai kor igényeinek megfelelően. És hát ugye ez csak Xbox-ra van egyelőre bejelentve. Na most tudni kell, hogy a Lionhead Studio-t azt megvette a Microsoft, vagy már eredetileg is az övé volt, nem tudom. Minden esetre megvették, és mivel az Xbox-ot a Microsoft uralja, vagy hát az a Microsofté, és az Xbox One bejelentését követően ugye nem volt olyan nagy a közönség fogadtatása, mint amire várták, megjegyzem jogosan. Ezért most a Microsoft minden lehetőséget meg fog ragadni, hogy az Xbox One-t népszerűsítse, és pont ilyen tré módszerekkel, hogy jó játékokat, vagy olyanokat, amiket így tudják, hogy nagyon sok embert érdekelne, azt exkluzíve kivásárolják a fejlesztőktől, hogy csak Xbox-ra jelentessék meg. Tehát egy fejlesztő cég megjelentetné PlayStation-re, Xbox-ra, PC-re, és akkor mindegyikből jönne mondjuk XXX bevétel, és akkor azt mondja a Microsoft, hogy te figyelj, adok neked 3X bevételt, és akkor cserébe csak az én Xboxomra jelenteted meg a játékodat. Oké? Na most, mivel a Lionhead Studios azt meg a Microsoft tulajdonában van, ott a legegyszerűbb a dolog, azt mondják a fejlesztőknek, hogy csak Xboxra programoztok, és azért kaptok bért, ők pedig így megcsinálják. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e valaha is PC port, de ha megjelenik a játék, akkor onnantól számítva minimum 1-2 évet várni kell, míg a Microsoft úgy dönt, hogy jó, akkor most már az összes Xboxos fejőstelnek kifejtjük, akkor most jöhetnek a PC-sek, akik még esetleg megvennék, és akkor átportolják. Hát sajnos ez így működik bizonyos helyeken vagy játékokkal, de én remélem, hogy a Microsoft is kinövi egyszer ezt a gyerekbetegségét, mint ahogy az EA is már nem egyszer rákocsált erre a nagyon pénzhajhász szemléletére az utóbbi időben. És még egyszer köszönöm szépen a jó kívánságokat, és a géped az jó lesz, csak én mondom, egy procit cserélnék benne, és akkor tényleg 1-2 évig még simán el vagy vele. Jól van. Na, hát ezek voltak a heti kérdések és válaszok. Köszönöm szépen mindenkinek a levelet, és mindenkinek válaszoltam is. Jövő héten találkozunk ismét, várom a leveleiteket, amit a videó címébe vagy leírásában mindig elhelyezett e-mail címemre küldjetek, és ha bármi észrevételetek, megjegyzésetek van, akkor azt kommentek formájába, ugyanúgy a videók alá, amiket szintén olvasok, és akkor találkozunk jövő héten, további kellemes hetet, jó hétvégét kívánok, vigyázzatok magatokra, legyetek jók az iskolában, a házi feladat mindig legyen kész, és ha időtök engedi, nézzetek engem, vagy játszatok. Sziasztok!